Tolna Némedin már megszokták, hogy időről időre szebbnél szebb fajta tiszta kutyusokkal telik meg a falu. Augusztus 14-én szombaton rendezték meg az amerikai Akita és ősi típusú kutyák tenyészszemléjét. Úgy került ide a rendezvényünk, hogy helyszínt kerestük. És a Tolna Némedi polgármester Víg László felhívott telefonon, és mondta, hogy üljük le, beszéljük át, ők nyitottak egy ilyen rendezvényre. És nagyon jó házigazdáink is szeretettel várnak minket, mi még szeretnénk itt továbbiakban is hosszú időn keresztül, hogy csak kapunk teret, itt rendezvényt tartanak. Minden kutyának a fajta jellegét képviselni kell. Azon belül kutyának nem lehet ringrestaurálni, fel kell tudni vezetni, meg kell tudni mutatni magának a bírónak, amennyiben bármilyen hibát észlel a bíró, harapás hibája van, kutya netán megmaragja, vagy olyan jelet tesz, akkor a kutyát nem bírálják le, kizárják. Amelyiket lebírálják, megkapják különböző posztáli címeket, csak a legvégén a best is jobban kerülnek. Ott kiválasztják annak a kiállításnak a legszebb kutyáit. Nálunk pénzjutalom nincs, ezt ki kell hangsúlyozni. Van egy támogató, azok a terméket adnák, tápot, azon belül sellegeket, porcelándiakat, minden évben igyekszünk mindig más kitalálni szebb dolgokat. Mellette az Egyesület tombola tárgyakat sorsol ki, természetesen az nincs értéke, nem kell, azt mi adjuk a sorsámhoz. Ebben az évben a minden egyes kutyásnak kedveskedünk, külön étest adunk. Az önkormányzat főz a kutyásoknak, ételt kapnak, úgyhogy olyan családi jelleggel szeretnénk mi ezt képviselni a kutyásoknak. Nem ezt a szabványos kutyakiállítás, ami országban van. Mi ez egy klubkiállítás, és ismétlem magam, egy családias rendezvényt szeretnék. Az otthonokban előforduló leggyakoribb házi kedvencek a kutyák. Sokan azért választják őket, hogy társ legyen a mindennapokban, hogy vidám pillanatokat csempészen a rutinszerű mindennapokba. Viszont vannak, akik emellett különböző versenyekre viszik négylábú kedvenceiket, hogy akár a fajta győztes címmel gazdagodjon az ebb, ezzel még nagyobb büszkeségével válva a gazdinak. Tolna Némedin a legnagyobb hőségre való tekintettel a légkondicionált művelődési házban készülhettek a gazdik a kutyáikkal. Nagyon nehéz rászoktatni arra, hogy ott jöjjön a lábam mellett, megálljon, mikor szólok neki, megmutassa a fogait, ugye itt ez nagyon fontos, ha nem mutatja a fogát, akkor a bíróbácsi, bírónéni kizárja. Nem egyszerű felkészíteni egy kutyát egy ilyen versenyre. Akármelyik kutyával eljövök, az otthoniakkal ők élvezik, szeretik a többieket, tehát teljesen mindegy, hogy Csau-Csau, Haszki vagy Akita, ők mennek, ő ez a típus mindegyik, a fomor is, meg a kispic is, hogy bújósak, barátkoznak, ember szerető, kutya szerető. A kutyusok életét, akiket gazdáik versenyeztetnek, nem csak a lustálkodás és a mókázás jellemzi. Persze nem is veszik zokon, amikor akár órákon át gondozza kétlábú társuk a bundájukat és jutalomfalatokért cserébe, különböző parancsszavakra kell egyes forma követelményeket bemutatniuk. Csau-csauval érkeztünk hárommal. Van egy 2 éves, egy 3 éves és egy 9 hónapos. Amikor megveszik a tenyésztőtől a kutyát, megkérjük, hogy gyakoroljon vele, és amikor megjön hozzánk, akkor mi is gyakorolunk vele folyamatosan. Minden hónapban és kiállítás előtt többet szoktam velük gyakorolni, és előtte a kozmetikájukat, azt előző nap csinálom meg mindig, amilyen 2 óra körülbelül, attól függ, hogy milyen szörben van a kutya, meg hogy még rajta van az zajszerzet, vagy a kölyökbunda. Először fésülés, mindenhol, teljesen, utána fürdetés, szárítás, megint fésülés, és utána meg a formázás. Az egyik kutyánk, az tavaly itt lett klubgyőztes és fajta győztes, és mi vagyunk rajta az oklevelen, és szeretném hazavinni. Meg van egy saját tenyésztési kutyánk, akit eladtunk a barátnőmnek, ő hozta. Ő nagyon szép, meg az én szukámnak a kölyke, és szerintem fogja hozni a fajta, és hát lehet a fajta győztes is, meg a best juniort is. Összességében elmondható, hogy a kutyakiállításokat sok-sok izgalom lengi körül, de nem a kutyák részéről, inkább a gazdik, akik feszültebbek ilyenkor. Az ebek viselkedését persze ez is befolyásolhatja, mikor fel kell vonulni a zsűri előtt, de akár egy másik ebb jelenléte vagy az időjárás is negatívan hathat a viselkedésükre. Minél több versenyen végeznek jó eredménnyel, annál nagyobb anyagi értéket képvisel ő és az alma is.